Ez egyébként A Jedlikes szocializmus előadás kérdését sorozat hallottam keretein már. belül múlt kedden Kolosi Pétert, az RTL Klub programigazgatóját faggatta Olti Ferenc, a műszaki informatikai kar oktatója. Az egyetemista hallgatóságra, mint leendő pályakezdőkre való tekintettel, a beszélgetés egyik fő témája a karrierépítés volt. Megtudhattuk, hogy miként fonódik össze Kolosi Péter pályája a népszerű tévécsatornával, valamint hogy hogyan tudja immár 10 éve megtartani a pozícióját. Sok érdekességet hallottunk a hazai tévénézők szokásairól és a sikeres műsor összeállítás csínyáról bínyáról. Felmerült a tévé közízlést és a fiatalokat befolyásoló szerepe, melyről az előadó személyes véleményét is hallhattuk. Bizonyos szempontból azt mondom feltétlenül, hogy a televíziózás az követi az igényeket. Tehát az lesz a képernyőn, olyan fajta műsorok lesznek a képernyőn, amelyekre az embereknek igénye van. Az ugyanakkor, hogy a műsorokon belül mi történik, és ott mi látható, abban azért nagyon sok mindenben azt mondom, hogy alakíthat is valamit a közgondolkodáson, a közízlésen. De meggyőződésem, hogy messze nem akkora hatalom a televízió ebből a szempontból, mint ahogy azt nagyon sokan gondolják. Az esemény végén a résztvevők szabadon kérdezhettek az igazgató úrtól, így egy jó hangvételű, kötetlen beszélgetéssel zárult az est.